Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Képviselőtestület. A SPÁR projekt június 12 és szeptember 11-e közötti időszakban történő előrehaladásáról is tárgyalt a grémium. Lőgyakorlat. Október 8-án, majd 15, 17 és 29, 31-e között tilos és életveszélyes az izbégi lőtér területére lépni. Zenevilágnapja. Tanári hangversenyt tartotta a Vujicic Tihamér Zeneiskola október 1-én. Folytatjuk beszámolónkat Szentendre város önkormányzatának képviselőtestületi üléséről, melyben a SPÁR projekt előrehaladásáról szóló tájékoztatóról tárgyaltak a grémium tagjai. A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést a grémium egyhangulag elfogadta. A képviselőtestületi ülés következő napi rendi pontja a SPÁR projekt 2024. június 12-e és szeptember 11-e közötti időszakban történő előrehaladásáról szóló tájékoztató volt. A témához kapcsolódva Helyes Imre képviselő kért szót. Én csak azt szeretném magánvéleményként megosztani képviselőtársaimmal, hogy ha visszaemlékezünk erre az egész folyamatra, maga a folyamat egy rendkívül feszült helyzettel indult, ugye egy tűzesettel, és utána is számtalan olyan szituáció volt, amikor az önkormányzat tette a dolgát, értetlenséggel állt szemben, sokan megkérdőjelezték, és hát hitetlenkedtek mindazzal és mindazzal kapcsolatban, ami elhangzott tervként, magyarázatként, stb. Én azt gondolom, hogy a városvezetés nagyon hamar felismerte azt, hogy a SPÁR az egy nagyon komoly partner. És én arra szeretnék rámutatni, hogy a gyakorlat az első kapavágástól látható és érzék, mindenki számára látható és érzékelhető gyakorlati fejlemények, események bizonyították mindenki számára, hogy amit a SPÁR ígér, azt meg is csinálja. Én ezt nagyon fontos dolognak tartom, és most már nagyon látható jelei vannak a fejlődésnek. Természetesen most jön az az időszak szerintem, vagy hamarosan jön, ha még nem következett be, amikor nem annyira látványosan fog előre menni a folyamat, mert hisz a belső munkálatok azért annyira a külső szem számára nem érzékelhetők, de azt már tudjuk, láttuk és tapasztaltuk, hogy ez komoly beruházás, egy komoly partner részéről, megbízható partner részéről, és én ezt azért szeretném kihangsúlyozni, mert ha jövő május, illetve jövő húsvét körül megtörténik a beruházás első fázisának a befejezése, és átadásra kerül mindaz, ami átadásra kerül, akkor ennek az egész beruházásnak lesz majd egy második fázisa. És én azt gondolom, hogy ott is a SPÁR komolyan fog ezzel a kérdéssel majdan foglalkozni, még akkor is, hogyha annak az időtartama az egy jóval hosszabb, de reménykedhetünk abban, hogy ott is hasonló odaadással és megbízhatósággal fogja tenni azt, amit tennie kell. Helyes Imre képviselő gondolatait folytatva Fülöp Zsolt polgármester elmondta, természetesen a következő beruházás előkészítése is folyamatban van. Tovább gondoltuk, és ahogy már többször említettem, a MOL is csatlakozik ehhez a beruházáshoz. Itt is lezajlott egy egyeztetés, tehát a MOL töltőállomás is meg fog újulni. Ennek a formája, kerete, hogy milyen építészeti megoldással ez a folyamat is elkezdődött, tehát egy egész városrész fog ezzel egy új arculatot nyerni, és a következő, a második ütem, ami a jelenleg még megmaradt régi 70-es években épült épületek helyén van, annak a tervezését is elkezdjük közösen, hiszen mint ahogy közösen megszavaztuk, ez egy 10 éves fejlesztésen belül ott is meg kell, hogy valósuljon ennek a területnek a megújítása. És ebben
nagyon számítunk a magyar állammal egy közös együttműködésre, hiszen illeszkednie kell a HÉV és a Volán pályaudvar felújításához. Tehát jó lenne, hogyha ebben az állami tervezésben partnerek lehetnénk, ezért örültünk, hogy kaptunk egy újabb időpontot a minisztériumhoz. Igaz, hogy most már ez a harmadik módosítás, még nem jutottunk odáig, de az irány jó, tehát beszélgetünk az állami beruházáshoz kapcsolódóan, és ezáltal, mivel az állami beruházás meghatározza, hogy meddig tudunk mi tervezni a saját önkormányzati területeknél, mennyit sajátít ki ebből az állam, hol és mikor tervezik a beruházást, milyen ütemezéssel, ez nagyon nem mindegy, hogy akkor ehhez kapcsolódóan a második ütemet hogyan tudjuk indítani a SPÁR-ral közösen, hiszen a SPÁR nyerte el ennek a területnek a fejlesztését a pályázat kiírása során. Szűcs Katalin képviselő a témához kapcsolódva arra volt kíváncsi, a nemrég átadott parkoló kinek az üzemeltetése alá tartozik. Ez a városi, tehát a városüzemeltetés nem fizetős, tehát hogy ez egy P plusz R parkoló. Természetesen megtartjuk a városi szolgáltató telephelyén kialakított idéglenes parkolót is, és megtartjuk a Bolgár utcai parkolónak az átalakítását is, hogy hétfőtől péntekig ingyenesen használható, nem csak szentendreieknek, bárkinek. Tehát szeretnénk segíteni, hogy addig, míg az építkezés van, illetve majd az állami beruházás során is nyilván vesztünk parkolóhelyeket, az építkezéshez ez hozzátartozik, de hogy ezeket a plusz parkolóhelyeket, lehetőségeket fenntartjuk. És arra kérem azokat, akik nem találnak most egyből parkolóhelyet a hévállomás környékén, gondolják, és legyen a fejükben, hogy a Bolgár utcai parkolóban hétköznap mindig van kényelmesen hely, és 300 méter séta a hévállomás. És nem kell keresgetni. Ott mindig van hely, közel van a posta, közel vannak a környező kisboltok, tehát lehet ügyet is intézni nagyon könnyen onnan a Bolgár utcai parkolóból. És szeretnénk ennek a Bolgár utcai parkolónak a másik járdaszakaszát is megépíteni, ami, mert ugye az első lakossági vagy a városrészi költségvetésben megépült a Bolgár utcai parkolóból a Dunakorzó irányába a hosszú járdaszakasz, és most szeretnénk majd megépíteni innen a Bolgár utcai parkolóból a posta felé eső hiányzó szakaszt is, hogy biztonságosan, gyalogosan elérhető legyen a hívállomás is, illetve a környék. Más kérdés vagy hozzászólás nem érkezett. Így a 2024. június 12-e és szeptember 11-e közötti időszak SPÁR projekt előrehaladásáról szóló tájékoztatót a Grémium tudomásul vette. Képviselőtestületi beszámolónkat jövő héten folytatjuk. Októberben éleslő gyakorlatokat tart a Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrség támogató parancsnoksága az Izbégilő téren. Olvasható a szentendre.hu-n. Arra is felhívják a lakosok figyelmét, hogy az október 8-án, majd 15-17-e és 29-31 között tartott lőgyakorlatok miatt a lőtér területére 6 órától 24 óráig tilos és életveszélyes belépni. A parancsnokság korábbi értesítése szerint 2024 májusától az Izbégi lőtéren hétvégi napokon is gyakorlatozhatnak. A lőtérre a lőgyakorlatok napján szombaton 6 órától 20 óráig, vasárnap 8 órától 16 óráig tilos belépni. Tanári hangversennyel ünnepelte a szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola a zenevilágnapját, amelyet az UNESCO 1975-ben indított útjára. A minden évben október 1-én rendezett programsorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a zene egyetemes jelentőségére az emberi kultúrában, valamint arra a csodára, hogy a zene összeköt bennünket. A világ különböző részein zenészek, iskolák és közösségek egyaránt részt vesznek a megemlékezésben, koncerteket,
workshopokat és más zenei eseményeket szervezve, ezzel népszerűsítik a zene pótolhatatlan értékét az életünkben. Nagy sürgés forgásra érkeztünk a zeneiskolába a Zenevilágnapján tartott tanári koncert előtt. Minden teremből gyakorlás hangja szólt, és az ismert zeneszerszámok mellett különleges hangszereket, például a japán kotót is megcsodálhattuk. A teltházas rendezvény előtt a koncert egyik fellépőjével, Bajánné Babics Nóra fuvola szakos zenetanárral beszélgettünk, aki szintén nem mindennapi fuvolát tartott a kezében. A tanárnőtől a hangszer eredetéről, a barokk fuvolázásról tudtunk meg fontos információkat. Ez a hangszer, ez egy fuvola, de ez egy barokk fuvola, ezen jól látszik, hogy valaha fából volt tényleg, mert hogy a fafúvós hangszercsaládhoz tartozik a fuvola. Ennek az a különlegessége, egyfelől az, hogy az 1600-as évek végén, 1700-as évek elején létezett, Franciaországban indult ez a fuvolázás, a barokk fuvolázás, és ott volt egy Buffardin család, akinek hangszerkészítő műhelye volt, köztük a fiatalabbik Pierre Buffardin, a dresdai fejedelmi udvar szólófuvalása is lett, nagyon megbecsült szólófuvalása, és ő újította meg ezt a hangszert, és erről azt kell tudni, hogy ez fából készült, ez a Buffardin fejlesztette ilyenné, amilyet most látunk, és ez mélyebben szól, mint az igazi fuvola. Egy picit, egy fél hanggal mélyebben szól. Egyáltalán a barokk hangolás az egy fél hanggal mélyebb, mint a mai hangolás. És ez például, ugye egy négy részből van ez a fuvola, és azért, mert annak idején a francia udvarokban még ennél is mélyebb volt a hangolás, ezért itt is lehetett hangolni, meg itt a fejénél is, ahol ma is hangoljuk. És ez egy nagyon különleges kópia, egyébként nyilván nem eredeti, de ezt 2015-ben találták meg ennek az eredetiét, amit minden valószínűség szerint ez a Pierre Buffardin magának készített, és ezen játszott. Ez egy nagyon-nagyon kezes, jól kezelhető barokk hangszer. A barokk zenében is kimutathatók a barokk képzőművészet és irodalom stílus jegyei. Ünnepélyes hangvétel, nagy, lenyűgöző arányok, ellentétek szembeállítása, hirtelen, váratlan tempómódosítások. A barokk zene feszültséget teremtő, mozgalmas, dinamikus, sűrűn alkalmaz díszítéseket. A tanárnő arról beszélt, hogy a Szentendrei Zeneiskola tanárai miért tartják fontosnak a barokk zenei kurzust, és honnan származik a kezében tartott korhű hangszer. Kedves kolléganőm, akivel együtt zenéltem, a Csizmadia Angelika, és a Ratko Ágnes, aki a Zeneakadémia csembaló tanárnője, évek óta, talán már 10 éve is nagy erőfeszítéseket tesz, hogy minden évben itt a Szentendrén is legyen barokk zenei kurzus, tehát hogy a manapság nagyon is reneszánszát élő barokk zenélés, korhű hangszereken való barokk zenélés térképére, hogy úgy mondjam, felkerüljön Szentendre. És amikor megjelent Balogh Vera tanárnő, aki szintén a Zeneakadémia barokk fuvala tanára, akkor jött el az én időm, hogy így a, hogy is mondjam, öregedve vagy szóval a pályám vége felé már én is végre kezembe vehessem és kipróbálhassam. Kellett hozzá az én édes jó uram is, aki meglepett egy ilyen hangszerrel, mert ő is régi zenélt annak idején, úgyhogy volt kapcsolata a régi zenészekhez, és így ez tiszta meglepetés volt. És hát azóta nagyon nagy örömmel művelem. A koncerten Handel 9 német áriájából az elsőt adták elő, amely különleges élményt nyújtott a közönség számára. Bajánné Babics Nóra fuvola muzsikája varázslatosan csendült fel, miközben Csizmadia Angelika mesterien játszott a csemballón. Heimné Revicki Julianna éneke pedig lenyűgöző volt, tökéletesen kiegészítve a hangszeres kíséretet. A fuvola tanárnő kiemelte, hogy ez a különleges hangzás nem csak az ő produkciójuknak volt az érteme. Még annyit hadd tegyek hozzá, hogy ez nagyon érdekes, ez a barokk hangzás, de a koncert többi része is ilyen nagyon érdekes lesz, mert zeneiskolánkban folyó igazán minőségi munkát, mi sem két dolog fémjelzi igazán, az, hogy egy ilyen változatos, fantasztikus koncertet össze tudnak hozni a tanárok, illetve, hogy szinte minden hangszer
nagy sikerrel képviselteti magát a különböző versenyeken, legyen az nemzetközi vagy országos verseny. Például én is a növendékeimmel, Vándor Sárával, Turai Grétivel és Turai Borkával, tavaly az országos zeneiskolai fuvala versenyen 3 érmet is elhoztunk. És nem csak én vagyok az egyetlen, hanem itt a kollégák is jeleskednek a jó tanításban és a zene művelésében és a zene megszerettetésében. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, majd a délutáni órákban a Dunántúlra hidegfront és csapadék érkezik, eső, záporok néhol zivatarok formájában. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között alakul. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer, röviden. A korábbi képviselőtestület a SPÁR projekt előrehaladásáról is tárgyalt utolsó ülésén. Októberben éles lőgyakorlatokat tart a Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrség támogató parancsnoksága az Izbégi lőtéren. Tanári hangversennyel ünnepelte a zene világnapját a szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre ma. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik Testőr című magazinműsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/tvszentendrén. Megtalálhatóak vagyunk a közösségi média különböző felületein, kövessenek minket ott is. Munkatársaim nevében megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!